Optimisták vagyunk mi a magyar részvénypiac egészével kapcsolatban. Van egy hasonlatom, amit nemrég találtam ki ezzel kapcsolatban. Egy picit most a részvénypiacok olyanok, mint egy kerékpárverseny, mondjuk a Tour de France. Ugye volt egy nagy hegymenet, és nagyon keményen tekeri az élmezőny a pedálokat, és hát az élmezőnyben vannak olyan szereplők, akik ugye élnek dopingszerekkel, ugye ezt is megtapasztaltuk az elmúlt időszakban, nagyon sok ilyen negatív hír volt a kerékpár versenyekből, és bizony most is én is azt gondolom, hogy a részvénypiacokon is van ilyen. Tehát hogy mi a dopping? Ez ugye a jegybankoknak ez a nagy likviditás fokozása, likviditás növelése, aminek köszönhetően bizony vannak olyan részvénypiacok a világban, amik már meglehetősen magas árazási mutatókkal forognak. Például ilyen egyébként az amerikai részvénypiac is. Ehhez képest viszont vannak az élbolyban olyanok is, akik nagyot mentek, nagyot emelkedtek, hogyha ezt lefordítjuk részvények nyelvére, viszont azt gondoljuk róluk, hogy nem csak a dopping hajtja őket. És ilyen a magyar részvénypiac is, mégpedig azért, mert hogy az rendben van, hogy az elmúlt másfél évben volt egy nagyon komoly emelkedés a Bux Index szintjén, de hogy ezzel párhuzamosan az eredmény várakozások is, illetve az eredmény kilátások is javultak. A MOL-lal kapcsolatban egy 18.900 forintos reális értékbecslésünk van még mindig érvényben, viszont ugye közben érkezett napokkal ezelőtt egy új stratégia, ami azért képes lehet átírni legalábbis részben, én azt gondolom, hogy kisebb részben ezt a számot, illetve hát ugye az eredmény folyamatokat is. Ugye mit jelentett be a MOL, mi ez az új stratégia? Nagyon egyszerűen arról van szó, hogy értelemszerűen a MOL is látja a trendeket az iparágon belül, itt egy olajkitermelő és olajat feldolgozó cégről van szó, miközben látjuk azt, hogy jönnek az elektromos autók, jönnek az alternatív hajtások, amik előbb-utóbb ugye oda fognak vezetni, hogy kevesebb benzinre és gázolajra lesz szükség. Nyilván a MOL-nak ezekre a kihívásokra valamilyen módon reagálnia kell, és hát az új stratégia is ilyen szellemben készült. Azt fogják csinálni, hogy most értelemszerűen nekik van egy nagy eszközállományuk, ugye nagyon komoly és nagyon jó minőségű finomítóik. Itt ezeken belül az a cél, hogy ezeket a finomítókat úgymond átállítsák olyan irányba, hogy inkább a vegyipari egységüket szolgálják ki alapanyagokkal. A másik irány, nagyon érdekes, hogy azért a kiskereskedelmi egységet is erősíteni akarják, szolgáltatásokat akar nyújtani a MOL. És szerintem ez is egy jó irány tud lenni. Mert még hogyha jönnek az elektromos autók, ugye abban az esetben is azért az emberek A-ból B-be el akarnak jutni. Tehát mozgásban maradnak az emberek, hogy ezt a MOL is így fogalmazza meg. És hogyha mozgásban maradnak, akkor őket ki kell szolgálni. Ők meg fognak állni, pihenni fognak, és ebben az esetben ott szükség lesz azokra a kiskereskedőkre, vagy azokra a cégekre, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekik. Tehát ez a másik iránya a stratégiában, ami érdekes, talán ez a két fő markánsabb vonal. Persze beszélnek arról is, hogy ami talán kicsit jobban kézzelfogható, az osztalékot is emelni tervezik, figyelni akarnak arra, hogy a likviditás, a közkészkányat hogy alakul. Tehát ezek azért olyan dolgok, én azt gondolom, amik miatt azért lehetünk optimisták, de csak visszafogottan. És azért mondjuk azt, hogy visszafogottan, mert hogy a konkrét számokat még nem látjuk. Tehát az OTP most Európában a legjobb megtérüléssel rendelkező bank. Ugye ez a saját tőkearányos megtérülése a legmagasabb az OTP-nek. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy ezeket a magas szinteket tartani is fogja tudni a következő években. Az orosz és az ukrán helyzet, amik nehezék volt az OTP eredmény termelésében, ugye ezeket nagyon jól megtisztította úgymond a bank, és ezeknél a leánybankoknál is már látszanak pozitív folyamatok. Ezek a jövőben pozitívan tudnak majd valószínűleg hozzájárulni a profit termeléshez. Hasonló módon ugye a bolgár operáció az elmúlt években is nagyon erős volt, és azt gondoljuk, hogy ha innét már nem is lesz annyira látványos további fejlődés, de hogy a mostani szinteket, azokat fogja tudni hozni ez a bolgár egység. Hasonlóan gondolkozunk a magyarról is, azzal a kiegészítése, hogy Magyarországon még van egy potenciál abban, hogyha a hitelvolumenek is elkezdenek nőni, ez ugye várhatóan már az idei második fél évben is megtörténhet, és már láthatunk. Már láttuk egyébként az első két negyedében, és láttunk pozitív ilyen irányú folyamatokat.
És hogyha ez beindul, ez a volumen növekedés, az szintén egy ilyen pozitív kis hajtóerő, pozitív hajtóerő lehet az OTP számára. A legfontosabb hajtóerő ugye ez az osztalék sztori, visszatért a Telekom az osztalék fizetéshez, azt gondoljuk, hogy ezt tartani is fogja tudni, nem csak tartani, hanem emelkedni is tud majd az osztalék, ugye 25, aztán utána 30-35 forintos tartományba is elemelkedhet majd az osztalék fizetés. Nem mondom, hogy az eredménytermelésben ugye a Magyar Telekomnál akkora nagy szenzációkra kellene számítani, ez egy stabilan beállt biznisz, viszont azt gondoljuk, hogy a szabad készpénz termelése az az, ami viszont kellően jó ahhoz a Telekomnak, hogy az osztalék az még tudjon magasabb lenni. A Richterre 6300 forintos a felértékbecslésünk, egy nagyon jól menedzselt vállalatnak tartjuk, nagyon látszik az, hogy ez a nőgyógyászati és központi idegrendszeri stratégia, ugye az originális termékekkel kiegészítve a generikus portfóliót, ez eddig nagyon jól működött, és azt gondoljuk, hogy értelemszerűen a Vraylar, ugye a Cariprazin amerikai bevezetése indul most el, ez lehet a következő időszakra nézve a profit húzó. Az Ezmia esetében is látunk még teret, ugye ott már azért a felfutási szakasz az megindult, de az is egy sikersztoriként könyvelhető el. Richternél ugye a bioszimiláris vonalon indult el már a vállalat, ott már azért vannak folyamatban fejlesztések is, és ugye most egy friss hír egyébként, hogy bővítik ezt a bioszimiláris portfóliót, és az, hogy a Richter ebben ugye vesz egy új fejlesztés alatt álló terméket, ez szerintünk egy jó dolog, és ez idővel növelni fogja majd a részvénynek az értékét. A magyar részvényekkel kapcsolatban, tehát hogy még egyszer összefoglalva, optimisták vagyunk, és látunk, több részvényben is látunk felértékelési potenciált. Nagyon jó osztalék sztorik vannak a magyar piacon, ez kifejezetten fontos, amikor ugye mindenki látjuk azt, hogy a betéti kamatok hol vannak, nagyon alacsony szintre süllyedtek, ehhez képest nagyon jó 5-6-7%-os osztalékhozamokat is lehet részvényeken keresztül elérni. Persze a részvények világa az kockázatosabb is, tehát hogy ehhez értelemszerűen magasabb kockázatot fel kell tudni vállalni. Azt is azért hozzátenném, hogy tehát optimisták vagyunk a magyar részvénypiacra, azért értelemszerűen abban az esetben, hogyha a nemzetközi környezet az romlana a részvénypiacokon, azt gondoljuk, hogy az azért meg tudna látszani a magyar eszközárak alakulásán is.